Kedves nézők, fejlesztések Tiszavasváriban című sorozatunk következő állomásához értünk. Itt vagyunk a Calvin Otthon és a háttérben nagyon nagy munkálatok vannak. Erről beszélgetünk most Szőke Zoltán polgármester úrral. Nagy tisztelettel köszöntelek és köszöntöm a televízió nézőket is. Mint ahogy ígértük, az év elején elkezdődnek az idei évben az építkezések Tiszavasváriban, és most ismét egy olyan helyszínen lehetünk, ahol egy nyertes pályázatunk a megvalósítása kezdődik el. Most itt tulajdonképpen útépítés, útfelújítás, patka, csatornázás, melyik az mivel, hogy több lehetőség is van. Itt valójában azt kell mondanom, hogy szinte majdnem minden a felsoroltak közül, hiszen lesz egy útépítés, lesz egy járdaépítés, lesz egy csapadékvízelvezetési rendszernek a korszerűsítése, és az út két oldalán lévő patkának a megerősítése, szintbehozása és komfortosabb átétele. Korábban beszélgettünk már arról, polgármester úr, hogy sok út, járda, patka lesz felújítva, csatornázás lesz. Most ennek a sorrendje, volt valami bármiféle megbeszélés, hogy most miután mi következzen, vagy pedig ahogy a logika diktálja? Minden tekintetben egyeztetünk az önkormányzat munkatársaival, képviselőtársainkkal, és úgy jutunk mindig arra a döntésre, ami éppen megszületik. A tavalyi évben ez egy belügyminisztériumi pályázat, azt is el kell mondani, egy belügyminisztérium által kiírt pályázat, ami a tavalyi évben a Bűdi óvodának a fejlesztését szolgáltott, egy 35 millió forintnyi felújítás valósult meg. És az idei évben úgy döntöttünk, hogy most nem épületnek a felújítására, önkormányzati épületnek a felújítására fordítjuk ezt az összeget, hanem olyan területét nézzük meg a városnak, ahol ugye nagy forgalom van, nagyon sokan veszik igénybe, mondjuk a város központja, és viszonylag mondhatjuk azt, hogy elhanyagolt, vagy lepusztult állapotban van. És ha szétnézünk itt a városközpontnak, akkor mondhatjuk azt, hogy a Szent Mihály tér már egy égköve vagy dísze a városnak, megújult a találkozások tere, a találkozások háza is egy találkozások háza előtti tér is egy üde színfolt a városnak, egy közösségi tér, és nagyon sok esetben ugye a rendezvényeinket is ide tervezzük. Ahhoz, hogy egy ilyen komplex területet tudjunk kialakítani, elengedhetetlenül fontos, hogy ez a rész is megújuljon. Így született ez a döntés, hogy a Calvin utcát és a Bátori utcát is, mert ugye azt még nem említettük meg, a Bátori utcát is felújítjuk. És akkor itt lemarjuk az aszfaltot, új aszfalt kerül kialakításra, csapadékvizelvezetést megoldjuk, és akkor így már egy komplett egészé alakul majd ez a terület. Nyilván mindenki türelmetlen, akinél aktuálisak ezek a munkálatok, de sajnos azt meg kell jegyeznünk, hogy a mostani időjárási viszonyok egyik nap zuhog az eső, másik nap pedig ilyen derűs napfény van. Hát ez mennyire csúszhat? Nagy valószínűséggel a május hónapban ez a kivitelezés az megtörténik, nem fog hosszú ideig tartani. A pályázatot elnyertük ugyan a tavalyi esztendőben, de hát itt is vannak olyan folyamatok, amiket végig kell vinni. Terveztetés, engedélyeztetés, hagyna soroljam, nagyon-nagyon hosszú időt vesz igénybe. Ezek a tervek, engedélyek rendelkezésre álltak már a március hónapban, de a március hónapunk és az áprilisunk is szinte olyan volt, hogy szeszélyes, hol esett, hol nem volt kedvező az időjárás, és a kivitelezővel abban állapodtunk meg, hogy a május hónap talán már olyan lesz, amikor elkezdődhetnek a munkák, és akkor néhány hét alatt ezt be is tudják fejezni, hiszen készülünk arra, hogy a nyári időszakban már erre a területre is rendezvényeket szervezzünk, és akkorára kész kell, hogy legyen a tér. Elkezdődtek a munkálatok az idei hétfőjén, hát sajnos a tegnapi nap szakadó eső volt, de nagy örömünkre már kisütött a nap, folytatódnak a munkálatok, és bízom benne, hogy ha nem is a héten, de a jövő héten ezek a munkák befejeződhetnek, és akkor birtokba vetik a tiszavasváriak ezt a területet. Megoldódik ennek a résznek is a problémája, lehet majd parkolni, lehet gyönyörködni a megújult városközpontban. Lehet valamit tudni, ahogyan továbbra? Most gondolok arra, hogy már biztos terve vagy, melyik utca következik, hogy csak azért is mézes madzak, hogy örüljenek az ott lakók. Nagyon sok tervünk van, nagyon sok gondolat van, ami már szinte a megvalósítás fázisában van. A múlt hét folyamán jártunk Budapesten a belügyminisztériumban egyeztetni az egyedi támogatás kapcsán, amiben 765 millió forintnyi út, járda és patka felújítás van. Mondhatok néhány gondolatot természetesen, de mivel még a terveink nincsenek úgymond véglegesen papírra vetve, ezek még csak elképzelések, de van egy fontossági sorrend. Mindenféleképpen szeretnénk felújítani az Ifjúsági utcát, mindenféleképpen szeretnénk a Hősök út patkájával foglalkozni. Mindenféleképpen foglalkoznunk kell olyan utakkal, mint az Egységút, a Szilágyi út.
Szóval van nagyon sok területe a városnak, természetesen lent lesz egy fontossági sorrend, és lesz egy olyan megvalósítási terv is, miszerint előbb azok az utak kerülnek kialakításra, megépítésre, ahol martaszfaltos technológiával fognak dolgozni a kivitelezők, és a későbbiek során a melegaszfaltos technológiát fogjuk előrevenni, hiszen a nyári időszakban jobb a martaszfaltossal dolgozni, mert akkor ugye ezek az anyagok jobban összeállnak a melegben, az ősz folyamán pedig lehet a melegaszfaltos technológiát végigvinni. Nagyon-nagyon sok utunk meg fog újulni, de nem csak az útfelújítást szeretnénk megvalósítani, hanem most már el kell jussunk odáig, mert ugye egyre jobban tapasztalják a tisztavasváriak és mi is, hogy járjuk a várost, hogy ez a sok évnyi elhanyagoltság, elmaradottság a csapadékvízelvezetésben is megmutatkozik. Tehát ha most utat újítunk fel, úgy szeretnénk a terveinket elkészíteni, hogy a felújított útszakaszok mellett legyen megoldva a csapadékvízelvezetést, ha mással nem egy szikkasztóárokkal, egy folyókával, ahol meg van csapadékvízelvezető rendszerünk, akkor annak a korszerűsítésével. Kíváncsiak a városlakók, most egy nem teljesen idevágó, viszont városfejlesztéssel kapcsolatos téma. Ugye többször beszélgettünk már a Zöldváros projektről, a piac és környékéről, illetve a tanúszodáról, hogyan áll ez a projekt, mit lehet tudni róla? A Zöldváros projekttel, ha a jóisten és mindenki úgy akarja, akkor július környékén talán indulni tudunk. Ott még van egy kis műszaki tartalom módosítás, ott egyeztetések vannak folyamatban, egy része a pályázatnak a közbeszerzés által már lefolyt, került, de mivel nincs teljes egészében lezárva, ezért még néhány hetet várnunk kell a kezdéssel. A tanúszodával kapcsolatban új információ nincs. Januárban ugye megkaptuk az építési engedélyeket, abban bízunk, hogy elkezdik lefolytatni a közbeszerzési eljárást, és végre megtörténik az első kapavágás, de ahogy ígértem, nem csak a tanúszodával kapcsolatban, hanem minden mással kapcsolatban is, amint lehet, azonnal tájékoztatni fogjuk a tisztavasváriakat, és megosztjuk az örömét. Bízom benne, hogy hamarosan tovább fogunk építkezni. Most a Kálvin út, Bátori út befejeződik, és ha minden jól megy, akkor kezdjük a további útfelújításokat, és akkor is fogunk találkozni mi is, és a kedves nézők is velünk.